Először kezdtél a Kisvárdában, és hát megvan az első gólod is. Hogy élted meg ezt a mérkőzést a BVSC ellen? Nagyon örülök, hogy ma kezdőként tudtam pályára lépni. Fontos volt nekem, hogy tudjak perceket, több percet is a pályán tölteni, mivel Lengyelországban keveset játszottam, edzések se voltak olyan intenzitásúak, hogy a kondim az olyan szinten legyen, mint a srácoknak, úgyhogy nagyon fontos volt ez a mai nekem, hogy mindent beleadjak, és amennyit lehet, azt a pályára tegyem, emellett pedig ez volt a személyes célom, hogy gólt is tudjak szerezni. Azt gondolom, szép gólt is szereztél, hogy látod a saját gólodat? Köszönöm, igen, gondolom tényleg egy szép találat volt. Igazából a szituáció adta, hogy ezt így kell csinálnom, és nem gondolkodtam, úgyhogy jól sült el. Térjünk ki egy kicsit az NB1-re. Ugye most már lejátszottatok pár mérkőzést az NB1-ben, jól álltok a tabellán. Te először játszol NB1-ben, ami fura így kimondani, hiszen nagyon fiatalon mentél a Honvédtől. Hogy látod az erősségét ennek a bajnokságnak, mondjuk egy szlovák és egy lengyelhez képest? Azt gondolom, az utóbbi években rengeteget fejlődött a bajnokság, és tényleg a játék egyre jobb lesz. Főleg azt kell mondjam, hogy itt Kisvárdán mi nagyon szeretjük a földön tartani a labdát, és minél többet focizni, ami nekem is előny, és ez az, ami nekem hiányzott akár Lengyelországban, mert ott inkább az volt, hogy a védők a csatárnak, verekedés, és akkor ez ment folyamatosan. Itt nálunk nem ez van szerencsére, úgyhogy nagyon, nagyon pozitívan látom a dolgot. Örülök, hogy itthon vagyok, azért 11 évet voltam külföldön, úgyhogy az is egy jó kis túra volt így hosszú távra, és most teljes mértékben a Kisvárdára koncentrálok, és hogy ott legyünk az első háromban. Ugye a Ferencváros nagyon erős ebben a bajnokságban, de legutóbb nem sikerült ellene nyernetek, de azt gondoltuk, hogy a Kisvárda lehet az a csapat, amelyik meg tudja majd fogni a Ferencvárost, ami nyilván még kétszer megtörténhet. Te hogy látod, a Kisvárda mennyire erősebb a bajnokságban? Szerintem nem hazudok, hogyha azt mondom, hogy talán a Ferencváros után most mi vagyunk ott a legközelebb hozzájuk. A mérkőzésben ez, nem hiszem, hogy tükrözte ez a 3-0 a játékképét. Nekünk is meglettek volna, megvoltak a helyzeteink. Nem sikerült úgy, ahogy az előző mérkőzéseken. Talán, hogyha az előtte lévő fordulóban a Honvéd ellen egy jobb eredményt tudunk elérni, akkor jobban jönnek ott is a dolgok. De nézzünk tovább előre, még kétszer játszunk a Fradival, de emellett a többi mérkőzést is ugyanúgy sorra be kell húzni, úgyhogy tényleg hétről hétre megyünk előre, koncentrálunk most az Újpestre, és akkor folytatjuk a remélhetőleg jó menetelést. Azzal kezdtem, hogy most voltál először a BVSC elleni Magyar Kupa mérkőzésen. Mennyire nehéz ebbe a csapatba bekerülni kezdőként, vagy akár csereként? Én azt gondolom, hogy nagyon jó játékosaink vannak a széleken. Ugye nekem a fő pozícióm a bal szél, ahol a Csamán játszik, aki elég jó egy az egyben, jól fejezi be az akciókat, úgyhogy várnom kell az alkalomra. És amennyi percet kapok, ahogy kapok is egyébként meccsenként a 15-20 perceket, igyekszem mindent a pályára tenni, és el fog jönni az időm. Türelmes vagyok, és küzdök a kezdő helyért, de tényleg azt mondom, hogy ennek örülök, hogy olyan konkurenciával állok szembe, amitől csak fejlődök.